Egy kupac az elhagyatott réten. Van valahol egy elhagyatott rét. A rét közepén áll egy kupac. Szerény és egyszerű kupac, mint meg annyi más kupac a földkerekén. Vagyis csak majdnem. Mert ebben a kupacban 7 kufli lakik. Zödön, Pofánka, Titus, Hilda, Valér, Béla Bá, meg Fityirc. Így hívják őket. Zödön a legzöldebb, Pofánka a legpirosabb, Titus a legsárgább, Hilda a leglilább, Valér a legkékebb, Béla Bá a legbarnább, Fityirc meg a legszürkébb, mert annak is lennie kell valakinek. Egykoron a kupac üres volt. Nem lakott benne egyetlen kufli sem. Körben a réten dúsan nőtt a vadzab, a vacsóska, a vacspenót, a vadmarcipán, a vadkavics, a vadradír, meg más hasonló növények. Még nem aztán egy éjjel, mikor éppen dühötten süvített a termesztő északi szél, egy csapat didergő kufli tűnt fel a láthatáron. Valószínűleg túl régóta vándoroltak már ebben a rémes időben. Egyáltalán nem csoda hát, hogy megörültek a kupacnak. Végre volt egy hely, ahol meghúzhatják magukat. Egyikük még néhány száraz faágat is talált, amiből tüzet tudtak rakni. Legalább megsütjük rajta a krumplinkat, gondolták a kuflik. Ez az egy dolog volt náluk, egy jó nagy krumpli, semmi egyéb. Mikor elaludtak, álmukban boldogan kergetőztek a napsütötte réten. Reggelre kelve aztán eldöntötték. Nem mennek innen tovább egy tapottat sem, mert ezentúl ez lesz az otthonuk. A kuflik többször is körbeugrálták, és minden oldalról jó alaposan megnézték a kupacot. Mindenhonnan nagyon tetszett nekik. Kiváló kupac, pont nekünk való! Kiáltották boldogan. Rögtön elő is vették a zsebásóikat, hogy munkához lássanak. Ja igen, mert zsebásó is volt náluk, ezt elfelejtettem mondani. Egy kuflinál mindig kell, hogy legyen zsebásó, amivel szükség esetén kufli üreget tud ásni magának. Egy kényelmes kufli üreg körülbelül ekkora. Hiszen nem csak a kuflinak kell elférnie benne, hanem, ha úgy adódik, mindenféle egyéb dolognak is. Azzal dolgozni kezdtek. Eleinte mindannyian egyformán jól haladtak az ásással. Na jó, Zödön egy kicsikét gyorsabban, mert ő volt a legerősebb. Béla Bá meg talán egy icipicit lassabban, mert ő meg a legöregebb volt. Ne ássunk egy kicsit helyetted, kérdezték tőle a többiek. Ugyan már, hová gondoltak? Tiltakozott Béla Bá, de azért jól esett neki, hogy megkérdezték. Délutánra járt, mire elkészültek. A kupac tele volt szebbnél szebb kufli üregekkel. A legnagyobbat Zödön ásta, a legkisebbet meg Pofánka. A legkerekebbet Hilda, a legszögletesebbet Titus. A legegyenesebbet Valér, a leggörbébbet Béla Bá. Fityircé meg mindegyikére hasonlított egy kicsit. Olyan lett a kupac, mint egy nagy, csupaluk sajt. Már csak az ajtók hiányoztak. Falevélből lehet a legjobb ajtót készíteni egy kufli üreg bejáratára. Na persze, nem mindegy, hogy milyen az a levél.
Az se jó, ha túl kicsi, az se jó, ha túl nagy, az se jó, ha túl hullámos, az se jó, ha túl cikcakkos. Ha meg szúrós, na, az végképp nem az igazi. Szerencsére az elhagyatott réten nőtt mindenféle érdekes növény. Így aztán nem csoda, hogy rövid keresés után mindegyik kufli talált olyan levelet, ami pont illett az ürege bejáratára. Még fityírc is. A mindenit, bólogattak elismerően. Szemrevaló kufli kupac lett, az már biztos. Lassan bealkonyodott. Nagyon szép volt innen az elhagyatott rét. Milyen más így? A saját kupacunkról nézve, gondolták a kuflik. És ebben bizony igazuk volt. Aztán az égen felhunyorogtak a kíváncsi csillagok, mert leszállt az est. Ne haragudj, kicsit megfáztam. Álmomban egy kupac fagylaltba ástam kufli üreget. Gyűjtsél te is, fityércet! Napsütötte őszi délután volt. Béla bá lakó ürege ajtajában üldögélt, és néhány gondosan egymás mellé rakott színes rongyikát tanulmányozott elmélyülten. Te meg mit csinálsz? A majrákta nyakkendő gyűjteményemet rendezgetem. De jó lehet. Nekem semmiféle gyűjteményem nincsen. Csak egy érdekes alakú dobozom. Tökéletes hely volna egy gyűjtemény számára. Nekem volt egy hatalmas vacsóska gyűjteményem. Csak sajnos múlt kedden véletlenül megettem az egészet. Rémesen hízlal, ha ehető dolgokat gyűjt az ember. Gyerekek, szerintem Valér biztos találna valami érdekeset, ha körülnézne a réten. Teszem azt, ott vannak az ormányos gyíkok levedle tüskéi. De undi, ki akarna gyík tüskéket gyűjteni? Az ilyesmi ízlés dolga. Gyűjtsél te is ilyeneket! Nem csak különlegesek, de remek szobadíszek is. Nekem túl lányos az ilyesmi. És a villamos jegyek? Nekem már van 7 darabom. De hát nem is jár villamos az elhagyatott réten. Az igaz, de egy-egy jegyet mégis ide fúj néha napján a szél. Valér csak a vállát vonogatta. Mi lenne, ha szerveznénk Valérnak egy gyűjtő expedíciót? Te izgi! Azt hogyan kell csinálni? Nem nagy dolog. Csak elindulunk és kész. Aztán jó alaposan körülnézünk a réten. Hát, ha találunk valamit, amit szívesen gyűjtene Valér. Legalább közben kirándulunk egy jót. Mivel gyűjtő expedícióról volt szó, Hilda vitt magával egy hálós bevásárlószatyrot, Pofánka egy rózsaszínű hátizsákot, Béla be egy öreg bőröndöt, Titusz egy sporttáskát, Zödön egy zsákot, Valér a furcsa alakú dobozát, Fityírc pedig... Tényleg, hol van Fityírc? Fityírc, Fityírc! Kiabálták a kuflik, de válasz nem érkezett. Biztosan valami más dolga akadt. Így aztán fityírc nélkül indultak el. Vidáman szögdécseltek az őszi virágokkal petyezett réten, amikor Béla bá hirtelen megtorpant és a földre mutatott. Micsak! Pikkelyes mászócák! Látod, Valér, milyen szépek! Nem szeretnék olyan gyűjteményt, amelyik bármikor szerte szétmászhat. Ezt nézzétek! Zödön egy fél pár rongyos papucsot emelt ki egy bokor alól. Biztos lehetsz benne, hogy ilyet senki sem gyűjt az elhagyatott réten. Lehet, hogy ez nem is véletlen. Inkább gyűjtenék valami kevésbé ronda dolgot. Mint az ott? A madárra gondolsz, amelyik azon a nagy csíkos kövön ül? Nem! A nagy csíkos követ mutatom a madár alatt. Hogy tudnék hazavinni egy ekkora követ? Sehogy! Ez egy szabadtéri gyűjtemény volna. Valér csíkos óriás kő gyűjteménye. Ez lenne a neve. És amikor nézegetni szeretném a gyűjteményemet, mindig körbe kellene ugrálnom az egész rétet. Dehogy is! Ezen kívül nincsen több csíkos óriás kő a réten.
egy darabos gyűjtemény lenne. Nem gondoltál még a bárányfelhőkre? Annyi féle van, és olyan szépek. De állandóan változtatják az alakjukat. Nem tudnám megjegyezni, melyik. Ráadásul el is szállna. Megvan! Gyűjtsél pacsolyákat! Az annyira különleges lenne. Eső után rengeteget találni a réten. Hogyan kell pocsolyát gyűjteni? Gondolom, egyenként. Laborba! Az a kérdés, mitől pocsolya egy pocsolya? A víztől, vagy a mélyedéstől, amiben a víz benne van? Elég! Egy szót sem értek. Talán a pocsolya mégsem volt jó ötlet. Keressünk más gyűjteni valót Valérnak! Éppen átvágtak volna egy szomorka bokor ligeten, amikor váratlanul belebotlottak a fűben fekvő fityércbe. Te meg mit csinálsz itt? Bámultak rá csodálkozva. Gyűjtögetek! Úgy nézel ki, mint aki heverészik. Ötleteket, hát heverészve is lehet gyűjtögetni. Azt meg hogy kell? Egyszerű. Csak bámulom az eget, és közben eszembe jut ez az. Egy rugos, bögre görbítő, egy lepke lebegtette lila léghajó, vagy éppen egy csavarmenetes mion kinyomó. Aztán mit csinálsz velük? Elteszem a többi ötletem közé. Hova? Egy boltra vagy ilyesmi? A fejemben bőven van ez ilyesminek. Ez nagyon jól hangzik. Én is ötleteket akarok gyűjteni. Azt mondtad, olyasmi nem érdekel, amit más is gyűjt. De hát nekem egészen más ötleteim lesznek. Ez igaz. Valér megtalálta hát, amit akart. Viszont nem sokára ránk esteledik, barátaim. Irány a kupacunk. A kuflik elindultak hazafelé. Kár, hogy mi végül üres kézzel jöttünk haza. Miket beszélsz? Mi is gyűjtöttünk valami nagyon értékeset. Egy igazi, életnagyságú fityércet. Kiáltotta hangosan Titusz, és hangját vidáman visszhangozta az elhagyatott rét. Azt hiszem, én a saját lábnyomaimat fogom gyűjteni. A kuflik és a máshogyoszkóp. Közönséges őszi hétköznap volt. Kövér felhők vonszolták hosszú árnyékukat a rét felett. Minden szürke volt, és valahogy olyan kedvetlen. Ajajajajajajajaj! Sóhajtott fityírc, és a bal zsebéből a jobb zsebébe rakta kedvenc lila gombját, ám ebben a pillanatban... Hívtál? Hát itt vagyok. Mondta a sámli, és ugrott egyet a levegőben. Tévedsz? Nem hívtam, senkit sem. Dehogy nem. Azt mondtad, hajajajajaj, aztán átraktad a lila gombodat a bal zsebedből a jobb zsebedbe. Nem tudtam, hogy ezzel ide lehet varázsolni egy sámlit. Vonogatta a vállát fityírc. Én nem sámli, hanem egy máshogyoszkóp vagyok. Ez a foglalkozásom. Aki rám ül, az meglátja, milyenek a dolgok. Milyenek? Hát épp ez az. Más milyenek? Mosolygott a sámli. Máshogyoszkóp, haver! Akarom mondani, a máshogyoszkóp. Gyere, próbálj ki. Na jó. Fityírc, ahogy leült a sámlira, máshogyoszkópra, hirtelen az egész rét nagyon, de nagyon furcsa lett. Különös, kérdezte rémülten fityírc. Most olyannak lát mindent, ami ennek magát képzeli, mondta a sámliszkóp. Ekkor fityírc két fura alakra lett figyelmes. Az egyikük kalapja Béla báéra emlékeztetett. Szia! Köszöntek rá fityírcnek. Milyen jó kis sámlit találtál magadnak!
Ahogy Fityérc felállt, a két idegen Bélabává és Valérrá változott. Elnézést, a máshogyoszkópon ülve nem ismertelek meg benneteket. Azt hittem, ez egy Sámli. Szögdítsen, közelebb Valér. Nem hiszem el, hogy ilyen nehéz volna megjegyezni a nevem. Máshogyoszkóp vagyok. Gyertek, próbáljátok ki. Biztatta barátait Fityérc. Kiáltotta meglepve Bélabá. Ott az az óriási valami például ki lehet? Mutatott egy muszkins lényre való. Mit bámultok, srácok? Talán van valami szokatlan rajtam? Bámult rájuk Titus. Erről a máshogyoszkópról nézve elég fura voltál. Nevetgélt Bélabá. Ha rájössz, majd meglátod. Ezt ki kell próbálni. Hú, a mindenit. Tisztán, amit ha álmodnék. Te ilyeneket szoktál álmodni? Kérdezte rémülten Valér, aki alig tudott elhajolni egy éppen arra ugráló furcsa valami elől. Itt jön egy másik ide! A sámlin ülők mind a fűbe borultak. Ó, a macska rúgja meg! Hiszen ez Hilda és Pafánka. És mi ebben olyan meglepő? Ha ide ülsz mellénk, majd megérted, mondta Titus. A kuflikin már Hildával és Pofánkával együtt visszatelepedtek a sámlira. Csak Fityércnek nem jutott már hely. Én már úgyis eleget láttam. Na most nézzétek meg Fityércet! Minden nagyon furcsa. De Fityérc pont olyan, mint máskor. Mi ebben a különleges? Talán elromlott a máshogyoszkóp. Azt kikérem magamnak, pupák! Biztos, hogy nem romlott el! Rázta a fejét Bélabá, és Fityérc háta mögé mutatott. Egy egészen apró lény közeledett a fűben, vacsóska levelet vonszolva maga után. Szia, zödön! Köszönt a lénynek könnyedén Fityérc. Ez tényleg ő? Üledezett Pofánka. Keljetek fel a sámliról, és meglátjátok! Bólintott Fityérc. Amikor felálltak, barátai alig hittek a szemüknek. Mit csodálkoztok? Értetlenkedett zödön. Sosem láttatok még éhes kuflit. Máshogyoszkópról nézve még soha! Rázta a fejét Titus. Gyere, próbáld ki te is! Felőlem, úgysem ültem még mákonyos pókon. Már késő! Leárt a munkaidőm! Ma már ne is írjatok többet! Azzal eltűnt, mint légy a levesben. Hát jó, akkor folytatom a vacsóska gyűjtést. Mi meg elkísérünk, verte hátba vidámon Titus. Útközben megjátsszuk azt, hogy úgy nézünk ki, amilyennek látni szeretnénk magunkat, ha valaki olyan lennénk, aki minket néz. Kiáltotta lelkesen Pofánka, mikor elindultak. De mivel ebből senki nem értett egy szót sem, ezután inkább kergetőztek meg bujócskáztak, míg el nem fáradtak mindannyian. A kuflik és az akármi. Bágyat őszi délután volt az elhagyatott réten. Egykedvűen sárgultak a füvek. Titus fütyörészve toporgott a kupac tetején. Egy darabig nézelődött, aztán úgy gondolta, körülnéz kicsit a réten, hát ha talál, nos hát, akármit, ami kicsit is érdekesebb a kupac tetején ácsordásnál. Elugrált egy halkan krákogó szivacsbokor mellett, és már épp a csalóka csalitos felé indult volna, amikor belebotlott Fityércbe. No csak, Titus, mert mit keresel erre, ahol a kanyar kuvik se jár? Nem is tudom, akármit, mondta meg a vállát Titus.
Jó helyen jársz, az akármi, az pont erre fele van. Gyere, megmutatom. Miután átugráltak egy vidáman illatozó pomádéligeten, megálltak egy görbe faágakból rót kerítésnél. Akármi. Nyitva reggeltől estig. Oda bent egy mici sapkás baflag üldögélt egy kempingasztal mögött. Szervusz, megnéznénk az akármi. Jó, hogy jöttek. Ma alig vannak látogatók, mondta a baflag. Négy bicsik bogyó a belépő. Hogy belépő? Tudtommal az elhagyatott réten semmiért sem kell belépőt fizetni. Ez egy kiállítás. Itt kell. Mondta a baflag. Ne idegeskedj, súgta barátjának Fityirc, majd találomra felszedett a földről négy ráncosra száradt bütyökbogyót, és a baflag kezébe nyomta. Az letépett két láthatatlan jegyet egy nem létező jegytömbről, majd átnyújtotta őket Fityircnek. Az esvény végén, a kőkupac után, rögtön jobbra. Jó nézelődést! A kuflik végig szögdécseltek az ösvényen, aztán befordultak jobbra, ahogy a baflag mondta nekik. Itt volnánk! Ez biztos? Igen. Nem is tudom. Te milyennek látod? Nehéz volna azt mondani rá, hogy szép, ahogy azt is, hogy csúnya. Valahol a kettő között. Én nem ilyennek képzeltem. Végtére is egy akármilyen lehet. Szerintem pont úgy néz ki, mint egy közönséges rét. Ez biztos azért van, mert ez egy rét alakú akármi. Nem értek hozzá, de én valahogy jobban szeretem a szórakoztató akármiket. Ez csak rajta múlik. Szólalt meg ekkor a hátuk mögött egy ormányos flömd. Ezt hogy érted? Tényleg, hogy mennyire szórakoztató. Egy akármivel akármit lehet kezdeni. Ez köztudott. Ezzel például mit? Ez egy rét alakú akármi, úgyhogy egy csomó dologra jó. Mondjuk, bukfencezni rajta? Vagy fekvőtámaszozni? Találgatott Titusz. Például. És szögdelős elkapdósósat játszani? Miért is te? Próbáljuk ki! A flömd eleinte kicsit lassúnak bizonyult, de aztán belőtt. Várulra maradt! Ezt meg hogy érted? Bezárom a kiállítást. Miért nem lehetünk itt akármeddig? Sajnálom, ha ennyire tetszett. Gyertek holnap is. Kár, hogy már is mennünk kell. Idejét nem tudom, mikor játszottam utoljára szögdelős elkapdosósat. Elféléket otthon is játszhatunk. Tudom, de itt most valahogy mégis egészen más volt. A kuflik és a flömd elindultak hát hazafelé. Sajnos ritkán járok a kupacatok felé, pedig tényleg jó lenne gyakrabban összefutni. Nem csak így kiállításokon. Akkor majd beszélünk, mondta Titus, és elindultak hazafelé. A két kufli jókedvűen szögdécselt a sötétedő réten át. Közben vidáman diskuráltak. De mivel a szél is fütyörészett, távolabbról nem nagyon lehetett érteni, hogy miről beszélnek.
Talán erről, talán arról, de a legvalószínűbb az, hogy akármiről. Brumi óriás lesz. Langyos tavaszi reggel volt. Ha bárki azt gondolná, hogy a kuflik közismert szokásuk szerint tétlenül heverésztek kupacok tetején, az téved. Nem heverésztek, hanem ácsorogtak. Úgy tetszett, várnak valakit. Igazából kire is várunk? Pafánkára. Ez a történet vele kezdődik. Figyeld, mindjárt megérkezik a következő jelenetben. Nézzétek, mit találtam! Kiáltotta már messziről Pofánka. Ez meg micsoda? Nem tudom, de olyan cuki! Ezerszer megbeszéltük, hogy nincs cukizás az elhagyatott réten. Bocs, elfelejtettem. Nem tudjátok, mi lehet ez? Egy eltévedt növendékprém kukac? Egy törpeporsz téli bundában. Inkább egy sörényes bolhanyú lesz. De hogy is? Ez nem más, mint egy torkos medvegyik. Tényleg, egy medvegyik, mi más? De miért torkos? Mert híresen jó az étvágya. Játsszuk, illetve aranyos, megtartom. Nem jó ötlet, a medvegyik tényleg nagyon falánk állat. De akkor is, toppantott Pofánka. A te dolgod, hagyta rá Hilda. Nem szólhatunk bele. Brumi lesz a neve. Jaj! Mi a fene ez? Az éhes medvegyik jaj veszékelése. Nem fogjátok elhinni. Brumi megette az összes vadmarcipánomat, és még mindig éhes. Elviszem legelni a rétre. Mintha nagyobb lenne ez az izé, mint reggel volt. A kölyök medvegyinkok rendkívül gyorsan nőnek. Annyira édes! Pofánka csak alkonyatkor került elő. Képzeljétek! Brumi először vadsóskát evett, aztán vadrépát és vadzabot, utána vadkrumplit, meg egy csomó vadalmát, végül még egy halom vadmarcipánt is. Nekünk azért maradt valami. Hát, nem sok. Beesteledett. A kuflik épp pöckölös bolhapólót játszottak a kupac tövében, amikor ismét felbukkant Pofánka. Van egy kis bal! Brumi megnőtt! Nem félek tőle el az üregemben. Alhatnék ma éjszaka valamelyik ötöknél. Nálam elférsz. Holnap építek Bruminak egy ólat. Másnap reggel kiáltozásra ébredt az elhagyatott rét. Rabló, valaki ellopta a reggelimet. Nekem is. Meg nekem is. Én pedig aludni nem tudtam ettől a rémes nyammogást. Mi történt veled, Brumi? Brumi óriás lett. Ez így nem mehet tovább. Tennünk kell valami. Gyorsan elővették zsebállat határozóikat. A medvegyik kedvence a ragyás banánfüge. Ragyás banánfüge bokrokat arrafelé találtak. Na jó, de hogy vigyük oda Brumit? Felsük ki zödönt óriás banánfügének. Vele talán el tudjuk oda csalogatni. Aztán ott hagyjuk. Biztos nincs más megoldás? Fú, én is pontosan ezt akartam kérdezni. Barátaik szomorúan rázták a fejüket. Pofánka fájó szívvel odaadta nekik a féltve őrzött temperafesték készletét. Micsoda hasonlóság? Zödön nem igazán örült a dicséretnek. Kezdj el sétálni a kupac körül, amikor Brumi észrevesz, szögdítselj a bokrok felé. Zödön megpróbált úgy tenni, mint egy sétáló ragyás banánfüge. Elindult a banánbokrok felé, Brumi a
nyomában a kuflik megkövették őket. Szerencsére túl kövér, hogy utolérje. Amikor a boklokhoz értek, Zödön elbújt, Brumi meg rávetette magát a gyümölcsökre. Gyorsan, lépjünk le! Nem lesz szomorú, amikor észreveszi? Őt egyedül a hasa érdekli. Pofánka nagyot sóhajtott, aztán a többiek után osolt. Ez izgalmas volt? Biztos nem fog visszajönni. A medvegyíkok mindenre csak egyik evéstől a másikig emlékeznek. Nekem azért hiányozni fog. Majd találsz magadnak másik kedvencet. Valami egészen kicsit, ami keveset eszik. Akkor az nem Zödön lesz? Ezt most megbánod. Kiáltott a Zödön, és kergetni kezdte Fityércet a kupac tetején. A többiek nevetve nézték őket. Ettől Pofánka is jobb kedvre derült. Eszébe jutott, hogy Brumi mindenkinek megette a reggeliét. Arra gondolt, hogy majd szerez nekik valami más ennivalót. Szerinted jó vége lett ennek a történetnek? Nem tudom, én csak most érkeztem. Egyenesen arra van a film vége. Na, könnyű azt mondani.